Cicero a cickány, harmadik mese. Sarolta és a nagy ító. Cicero a cickány fiú egy nagyon forró nyári napon összetalálkozott a réten a legjobb barátjával, Saroltával a süni lányjal. Azonnal feltűnt neki, hogy Sarolta, ezúttal valahogy mintha más lett volna, kicsit furcsán viselkedett a máskor oly barátságos és közvetlen sündisznó ezúttal alig vette észre Cicerót. A cickány döbbenten látta, hogy sarolta egy emberkéz alkotta tárgyat szorongat a melső mancsai között, és azt tanulmányozza elmélyültem, vagy inkább azon keresztül tanulmányoz valamit. Sarolta, mi az ott nálad? kérdezte Ciceró kíváncsiskodva. Ez egy nagyító, egy fogókába illesztett üvegdarab, amin keresztül nézve nagyobb lesz minden. Elképesztően csodás holmi. Olyan dolgokat is meg lehet látni vele, ami szabad szemmel észrevehetetlen. Áradozott a sündisznó, lesen véve a szemét a furcsa eszközről. Hűha, megnézhetem? Hát, ha nagyon érdekel, vethetsz rá egy pillantást, felelte kelletlenül a sünni lány. Cicero maga elé tartotta a nagyítót, és azon keresztül nézett a barátjára. A látványtól tátva maradt a szája. Sarolta, milyen hatalmas lett az orrod, milyen nagyok a tüskéid. Cicero pillantása ekkora talajra tévedt. És mennyi apró lény mozog a földön, amiket eddig nem is láttam. Na jól van, elég lesz, kérem vissza a nagyítómat. Állította le a sündisznó a barátját. Cicero visszaadta az eszközt, és közben ezt kérdezte. Hogy került hozzád ez a nagyító? Emberholminak tűnik. Az is. Találtam itt a rétem. Nem tudom pontosan, hogy került ide. Szerintem a közeli tanyán lakó egyik ember zsebéből esett ki. Sarolta tovább nézegette a világot a nagyítónát. Rápillantott vele a cickányra is. Neked is vicces a képed így. Milyen nagy a bajuszod? Cicero zavartan elmosolyodott, és mivel korgott a gyomra, gyorsan elköszönt a sünnitől, és továbbállt. Másnap ismét nagyon meleg idő volt. A nap kíméletlen erővel sütött le a rétre, ahol Cicero újra összefutott saroltával. A sünnilány még mindig a nagyítóval foglalatoskodott. Ezúttal a fűszálak leveleinek erezetét bámulta az üvegen keresztül. – Sarolta, te ettél valamit tegnap óta? – érdeklődött Cicero. – Hagy kérlek, ez most nagyon érdekes! – hárította el a barátja közeledését a sündisznó. Harmadnap a mocsár szélén futottak össze, ahol Sarolta a felmelegedett sáros vizet kémlelte az eszközével. Cicero már látni vélte, hogy a tüskeruhája egyre jobban lötyög rajta a koplalástól. Gyorsan fogott neki egy pókot, és a süni szájába nyomta – Látom, most minden idődöt leköti a nagyító, de azért egyél is néha, korholta a barátját. A süni gépiesen elnyomogta a falatot, aztán ezt motyogta. Tudom, tudom, csak még megnézem egy kicsit itt a vizet, aztán keresek enni. Bármikor abba tudom hagyni a nagyítózást, csak még nem akarom. Olyan különleges ezen keresztül a világ. Nagyító nélkül meg olyan, olyan unalmas. Miközben ezt mondta, lesen vette a szemét a nagyító lencséjéről. Cicero aggodalmasan csóválta a fejét. Sarolta, emlékszel még, hogy mit mondtál nekem, amikor kacatokat kezdtem gyűjtögetni? Azt, hogy én nem ember vagyok, ezért nincs szükségem tárgyakra. Nekem csak az kell, ami belőlem kinőtt. Ugyanez igaz rád is. Nem kell neked ez a nagyító. Lehet, hogy érdekesebb a világ rajta keresztül, de amit benne látsz, az nem a való élet csak annak egy felnagyított részlete. Dobd el azt a valamit, és kezdj el újra élni, mielőtt komoly bajba kerülsz. Ne aggódj miattam, Cicero. Több eszem van nekem annál, hogy bajba kerüljek egy ilyen holmi miatt. Nyugtatta meg, sarolta a barátját. Cicero vonakodva bár, de ott hagyta a sünit a mocsár szélén. Azért nem távolodott el messzire tőle, inkább csak a környékén keresgélt ennivaló után, mert nagyon féltette. Rossz előérzete volt a nagyítóval kapcsolatban. Kora délutánra járt az idő, amikor bekövetkezett a baj. Cicero érzékeny orrát hirtelen maró füstszak csapta meg, majd kisvártatva felhangzott sarolt a jajveszékelése. A cickány fiú teljes sebességgel szaladni kezdett a sünilány kétségbe esett hangja irányába. Pillanatok alatt odaért a barátjához. A szívszorító látvány fogadta. A rét kigyulladt, sarolta körül izzottak az elmúlt napokban kiszáradt fűcsomók. A sűrű, szürke füst csípte a süni szemét, és eldugította az orrát is. Pánikba esve kereste a kiutat, a füstölgő, lángoló káoszból, mint hiába. Cicero kívülről rögtön meglátta a megoldást, amit a lángok által szorongatott sarolta nem talált meg belevetette magát a mocsárba, és a lacsakban fürgén úszva megkerülte a tüzet. A vízből kimászva már ott is volt az összezavarodott sündisznó mellett. Nyugodj meg, szólt rá a barátjára. Fogd meg a farkamat és kövess a mocsárba, kivezetlek innen a vízen át. De jó, hogy itt vagy, örült meg Sarolta. Mutasd az utat, jövök! A cickány fiú a farkába kapaszkodó sünni együtt úszva, csak hamar kiutott a lángok közül. A tűz szerencsére nem tudott messzire terjedni a rétet határoló rátároló mocsár pocsolyái miatt. A száraz területek hiányán a lángok rövidesen kialudtak. Mi történt, sarolta? Hogy gyulladt ki a rét? kérdezte Cicero, immár egy fél gyíkon mogva, amit a tűzvész kergetett az útjukba. A nagyító miatt történt, mondta a sünilány, a gyík másik felét rákcsálva. Valahogy összegyűjtötte a napsugarakat, és ahogy egy száraz fűszára irányítottam, begyújtotta azt. A szél felkapta a parazsat, és hirtelen minden éget körülöttem. Szörnyű, de legalább végre megtanultad, hogy az ember holmi veszélyes. Megtanultam, bólogatott, bólogatott sarolta. Igazad volt. Köszönöm, hogy segítettél. Kérlek tégy meg még egy szívességet nekem keresd meg a nagyítót a hanvak között, és dobd be a mocsárba, hogy soha többé ne találhassam meg. Süllyedjen jó mélyre, mert ha rábukkanok, nem biztos, hogy lesz lelki erőm ellenállni neki. Ördögi egy eszköz ez. Cicero először elcsodálkozott a süni kérésén, de aztán futva indult, hogy teljesítse azt. A rét nagy része fekete volt és kiégett, de már nem parázslott sehol, így a ciszkány fiú nyugodtan meg tudta közelíteni a baleset helyszínét. Rövid keresgélés után rálelt a nagyítóra, aminek a markolata ugyan kisé megolvadt, de az üvege különösebben nem sérült meg. Be akarta dobni a mocsárba, de aztán jobb ötlete támadt. Felkapta az eszközt, átúzta vele az ingoványt, és a közeli tanya felé vette az irányt. A tanyát nem merte nagyon megközelíteni, mert félt Matildától a macskától. Viszont a gazda traktorjáig elmerészkedett, ami távol a parkolt az épületektől. Felmászott a traktor rozsdás sárvédőjére, és ott hagyta a nagyítót, hogy az emberek hamar vegyék. Ezután gyorsan eliszkolt a helyszínről. Hazafelé tartva érezte, hogy nyugalom önti el. Tudta, helyesen cselekedett. Az emberholmiknak ugyanis az embereknél van a helyük.